Tudom. Na, sziasztok, gyertek felfele! Mindenki sok szeretettel üdvözlök. Úgyhogy én most megadom a osztást. Aki velem újat húz, szórakozik, meg szemétkedik, annak ez jár. Na, mindenki sok szeretettel várok felfele. Na, akkor elmondanám. Röviden, de velősen, hogy ahhoz ti nektek közöttök nincs, hova járok körmös a szobán, nem? Egy. Még egyszer valaki odaír, amit a hölgy kitesz, vagy én, megosztok. Csúnya prágár dolgokat, szavakat. Feljelentem a gecibe. Megyek a rendőrségre is feljelentem. Utolsó volt. Nem vagyok fertőző, és nyilván diszkréten mentem el, amihez közöttök nincs. Egyik, hogy most jövök az orvostól, semmi baj nincsen, csak még a apró idék miatt kezeljem, de semmi gond nincsen már. Tehát a 10 nap bőven letelt. És kezelem, és fertőtlenítem, és egyéb. Tehát nem megyek olyan körösségbe, ahol újra elkaphatok bármit. Több mint 10 napja úgy sem, hogy nem voltam ezen kívül. Még egyszer, odaír valaki valamit a körmöt csajnak. Ez volt az utolsó írása neki. Azonnali hatállyal törül ki, te szarházi, amit te oda kikommenteltél, bárki vagy. Bárki vagy, amit kikommenteltél, azonnali hatállyal törült ki, megsértetted a hölgyet. Mert nyilván ő sem vállott volna, ha ilyen lett volna, hogy én fertőző vagyok. Holott nem. Nyilván senki nem vállalna. Velem ne szórakozzatok, ne húzzatok újat, mert rosszul jártok velem. Isten, bizony mondom, rosszul jártok velem. Elég legyen. Elég legyen. Az Istenit. Elég legyen, mert viszem a lehetőségre dolgot. Léci, kapcsold ki! Kapcsold ki most! És elég legyen ebből. Egyszer is mindenkorra, amit velem műveltek, elég volt. Kurva kutya, ideges vagyok! És azon ő hatállyal fejezett be, te szarházi, akik oda kommenteltetek a köröm alá. Ne érkedjetek!
esküszöm a Istenre, mindenre, ami szent. Ha nem jelentem föl, veszett kutya legyek, veszett kutya! Veszett kutya legyek, ha nem jelentem fel! Utolsó volt, hogy oda kommenteltetek, utolsó volt! Kiteszi a hölgy a körmöt, oda kommenteltek csúnyán! Az annak szól, aki oda kommentelt csúnyán! Prágás szóba! Hogy én ilyen fertőző vagyok, meg a fertőző! Fertőzötte neked a nénikéd? Az! Az fertőző a nénikéd! Nem én! Miről beszélsz, Anna Bakács? Úgyhogy ez volt az utolsó. Aliáns! Most én kifotóztam, kifotózom még egyszer, és beviszem a rendőrségre, és megmutatom, hogy mit műveltek, mert ez megalázás. Másokat lealázó, és engem. Mi a rákot akartok még tőlem? Mit? Mit? Megkérdezem, mit? Ne húzzatok velem újat, ne! Nem tudjátok, kivel húztok újat! Elég legyen! Elég legyen, mert ne találkozzon velem az akkor. Jó szonya, csak vigyorgó smiley-t, ne tegyél oda, jó? Ha ezt így gondolt, komolyan igazam van, akkor vigyorgó smiley-t ne tegyél oda, szia pá! Úgyhogy ez volt az utolsó kommentelés. A Mihács! Még egyszer, oda kommenteltek, baj lesz! Feljelentem azt, aki oda kommentel, akár fotó nélkül, akár fotóval. Egyenes be a rendőrségre és a bíróságra! Egyenes be! Egyenes bemegyek! Erre meg esküdtem, szentű! Esküszöm mindenre! A nénikéd az fertőző lehet! Én nem! Én nem! Érted? Én nem vagyok fertőző már. Most jöttünk az orvostól. Most jöttem. Azt mondta a doktor úr, még jövő hétig ez az apró fót elmúlik, csak kenegessem. Bepantennal fertőtlenítsem, ennyi. Nem igényen nagy dolgot, kész. A 10 nap bőven leállt, ennyi. A lábamról végig elmúlt. Ott már jele se nincsen. Ennyi. Nem vagyok fertőző. Nem vagyok fertőző. Mai naptól kezdve. Tegnap is már láttam, hogy teljesen múlóban. Nyilván a bepantem miatt azok az apró pótok megmaradtak, de amúgy nincs semmi baj. Nem tudom, gyerekek, ez egy ilyen, nem tudom. Valami bacit kaphattam a vírus vagy. De nézzetek utána, kézláb, szájfertőzés. De én nekem a számon semmi nem volt. Semmi nem volt, nincs semmi, ennyi. Nem voltak kiütéseim, csak a tenyerem. Nem tudom, Dorner, nem tudom, drágám. Igen, ha már semmi is, már csak mikor valakit tetoválok, halványan a pótok maradtak meg. Nem, herpeszem sincs. Dörner, herpeszem se volt. Dörner, herpeszem se volt. Se kiütéses nem volt a számnyelvem. Így van. Nem vagyok fertőző,
Csak még kezeljem. Bepantenne. Ennyi. Mehetek, nem vagyok bezárva. De nem adok kommentel, hogy én fertőző vagyok. A szegény lány kellemetlenül érezte magát. Hogy nem áll. Sokkal. Hát, hogyha én kiteszem, hogy milyen volt előtte, megijedtetek volna. Ha kitenném azt a fotót, ami előtte volt. László Kovács mennék, de nincs pénzem rá. Nem azt írtam, hogy az volt, hanem olyan, mintha herpesz úgy néz ki, de tudom, hogy neked nem volt. Igen, Dorner, nem volt semmi kiütésem, nem volt semmi számon, semmi, se kezemen, semmi. Csak a tenyeremen. Meg a talpamon egy szem, meg oldalán volt a lábam oldalára volt egy. Ennyi. Elmúlt. Naponta tízszer feltöltöttek kezet, most 25-ször. Van rá krém. Kimondottan krém, ami elmulasztotta. Nem vagyok fertőző már. Szia, Kovács, Szegedi. Tőled is elbúcsúzom. Nem, mert nem érintkeztünk. Nem. Nem kapt el a férjem. Ő is nem volt. Így van, Balogh Mária, Marianna, igen. Most nagyon a küszöbön vannak ezek a itt dolgok. De nincs semmi baj, nem kell különösebb igényeit, csak kennikő bepantenne. Meg fertőtleníteni kő. Nem szabad mai világban már kesztyű nélkül sehova menni, metrón, vonaton, buszon, kesztyű nélkül ne menjetek. Jó, nem van, Sebastian. Szia, Melus. Köszi, jó vagyok, Anita. Hát de nem, odaírnak, hallod? Raminger, odaírnak a hölgynek, a körmösnek, hogy fertőző vagyok. Miért vállalt? Mikor nem vagyok fertőző már? Na. Innen is elmúlt, végig teli volt így oldalt. Elmúlt. Így végig teli volt. Elmúlt. Na, már csak azért piros, mivel hogy nagyon sokat fertőtlenítek. De halljátok, hogy lehetnek ilyenek, beégetnek, alig akarnak vállalni engem. Akár hajra, akár hova. Szó szerint ok nélkül beégetnek. 10 napig itthon voltam. Sehova nem mentem. Ha boltba mentem, kesztyűt vettem föl, maszkot használtam. Dupla maszkot. Egyszer voltam boltban egy csében. Hanna! Nagyon csúnya volt. Nagyon vörös, piros volt. Foltokba teljes ellepte tenyeremet. Semmi bajom nincsen.
Ha hogy nagy gusztustalan volt tőlük? Hát a, na, együtt vagyunk a Laciba. Ez komoly dolog, mi odafigyelünk egymásra, semmilyen covidosak sem voltunk. Hála jó Istennek, még covidosak sem voltunk. Megkaptuk a három injekciót, a Pfizert meg a Sinopharmot. Mindentől védettek vagyunk. Naponta kétszer mosok hajat minden nap. Háromszor fürdök naponta. Tusolok. Ha hogyne? És a lány nekem szól, hogy Irénke vedd le a képet, mert csúnyát írtak oda. Mondom, figyelj, te is kiposztoltad, mondom neki. Ha mondom, akkor na. De engem nem érdekötök, nem fogjátok el tántottan tőlem, mert föl leszek jelentve, hogy ellehetetlenítetek mindent. És ezzel már én érvelni tudok. Gyerekek, egy nagyon fontos hívásom van, majd hívlak benneteket. Puszi!